Folyik a munka a katonatelepi sportpálya szomszédságában. Új klubhelyiséget kap a városrész. Az alapok már állnak, a falakat húzzák a mesterek. A projekt 30 millió forintos önkormányzati és 180 millió forintos TAO támogatásból valósul meg. A 350 négyzetméteres létesítmény fő célja a sportlétesítmények kiszolgálása lesz. Két öltöző, sportbüfé és egy klubhelyiség kap helyet benne. A Katonatelepi Sportegyesület égisze alatt felnőtt és gyerekfoci edzések és utánpótlás nevelés is folyik a városrészben. Az új létesítmény az ő munkájukat is segíti majd a jövőben, mondta el dr. Fekete Gábor, a városrész önkormányzati képviselője. Sportegyesületnek az a feladata, célja, hogy itt a sportolást segítse, főleg ugye a labdasportokat, illetve van játszótér, ez lesz most már klubhelység, illetve ugye kosárlabdapálya épül, nem sokára a teniszpálya, és ezeket mind próbáljuk ezzel az épülettel kiszolgálni. Katonatelep önkormányzati képviselője hozzátette, a városrész folyamatosan fejlődik. Úgy gondolom, hogy eléggé gyorsan fejlődik, szerencsére jó emberekre találtam én is, akik ezt a munkát segítik. Jó ötletekkel jönnek, a polgármesterasszony is támogatja az elképzeléseinket, így nagy ütemben tudunk fejlődni. A munkálatok 2023. decemberében kezdődtek el, várhatóan már idén el is készül Katonatelep új sportklubja.